Perfekt Szimbliga, és kielemiba folytattuk a harmadik futamunkat, így 2020 októberében, és egy nagyon-nagyon izgalmas futamon vagyunk túl. Igazából az elejére egy setupot kiraktam a BMW-hez, ami elég jó sikerült így a végére összehozni, bár időmérő az csak egy 1.50,8-as sikeredet, de igazából ezt én rontottam el. A hatodik helyre sikerült kvalifikálnom magam, de nagyon-nagyon erős mezőny gyűlt össze, bár csak 14 fővel indult el a mezőny. A nevek azok ott fölül láthatóak, de volt egy ilyen az élmezőnyből egy 7 fős brigád, aki igen erős és egy tempót tudott autózni. Ez Szalaitól, Szűcs Tomitól, Csicsmányi Tomi, Fehér Norbert és Ősz Balázs, és én is ide sorolom magamat, és Polgár Balázs, akik nagyon hasonlókat tudtak, bár Polgár Balázs most nem volt annyira erős, mint például Bathurstban, vagy akár az előző futamokon, de nagyon jól ment ő is. Talán most igazából nem úgy jöttek össze a dolgok, ahogy ő szerette volna, de egy nagyon kellemes, jó futamnak néztük elébe, mert az idők egyébként nagyon közel voltak egymáshoz. Nem is annyira majd itt a futamban lehet látni az időmérős tempók, mert azt Szalai Tibi elvitte egy 1.50 elejével, de utána a futamban már nem voltak meg ezek a 2-3 tizedes különbségek, hanem igencsak hasonló időket futott mindenki, és hát nem tudott az első hatos, beleértve magamat is, elszakadni egymástól. Úgyhogy jó volt, hát egyetlen egy, bocsánat, két BMW van, amit látszik, de Mercedesből meg Porscheból nagyon sok volt. Volt egy Maseratink is pluszba, úgyhogy, és egy Aston Martinunk, ugye az Aston Martin a Szalai Tibi futotta meg a pole pozíciót, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy az Aston Martinnak feküdt a pálya, ezt onnan is tudom, hogy a GT3-ban én is Aston Martinban mentem, ugye ez GT4, de az Aston Martinnak valamiért ez a pálya fekszik egyébként. Talán a gyorsulása az autónak nem annyira jó, de valahogy az útfekvése az nagyon kellemes, és érzi ezt a pályát az Aston Martin. Hát ezekkel a reményekkel indultunk el, és akkor itt rögtön bele is csaptunk rögtön az elejébe. A BMW borzasztóan jó rajta, Szűcs Tomin is lehet majd látni. Én nem is értettem Szűcs Tomit, hogy nem sikerült Szalai Tibit megelőznie. A gyakorlásokon a BMW gyakorlatilag a jó gyorsulásával szinte mindenkit le tudott volna lőni. Itt a Merciket is én is rögtön utolérem, de nem tudok beszúrni. Itt most elrajtol a mezőny rögtön, és majd lehet látni, amikor itt elrajtolok, hogy egyszerűen szinte vissza kell vennem, mert két autó közé is be tudtam volna menni, és nem mertem megkockáztatni, hogy bezárjanak, itt vissza is kell, hogy vegyek, vagyis hát nem mertem tovább nyomni, aztán inkább visszavettem. Szűcs Tomi pedig ott az elején úgy nézem, hogy inkább az óvatosságra ment, és nem akart összeérni Szalai Tibivel, talán ez inkább a gyakorlat hiánya, hogy nem mert bemenni, vagy nem jó kapta el a rajtot, és Tibi lehet, hogy annyit gyakorolt, hogy jó volt. Hát most külsőleg is megnézhetjük, hogy azért egy elég komoly csatát vívtam én már itt az elején Polgár Balázzsal. Mondom, itt vissza kellett itt egy kicsit sorolnom meg bennem, és ezért nem is nagyon tudtam mit tenni. De nagyon szépen rajtoltunk el, tehát igazából nem volt semmi. Úgyhogy nem is nagyon sokat változott érdekes a Maseratinál, hogy Molnár itt a 12. helyen, úgyhogy a Maseratit választotta Miklós, mert a Maseratin ugye nincs, nem tudsz TC-t, meg ABS lehet, hogy lehet, azt nem tudom, de TC-t biztosan nem. És hogyha leesett volna az eső, akkor a Maserati óriási hátrányba lett volna, tehát ott totyogni tudott volna a pályán. Ez az egyetlen egy autó itt a GT4-ben, amin ugye nem lehet állítani, úgyhogy neki csak a száraz pálya jó gyakorlatilag, hogyha valami eső jön, akkor az már borzalmas. Szóval itt a hatodik helyen is, itt nagyon szépen vívogattunk, meg próbáltunk menni, és lehet, hogy tudtam volna itt az elején gyorsabban menni, sőt lehet, hogy mások is tudtak volna gyorsabban menni, akár a Mercik, vagy én is, de
De valahogy annak ellenére, hogy mondjuk Szalai Tibi megfutott a pole pozíciót, végig ott volt ez a az öt autó mögötte, belejött be engem is, itt a hatodik helyen, sőt még itt, hogyha jól, ha le is megyek, és itt Polgár Balázs, és még itt még rajtunk van, tehát még ő sincs lemaradva nagyon, és talán itt még a Földes és a Porsche-val, itt még azért nagyon egybe van, Szilágyi Árpi, Csizmadia is sincs, tehát itt még a mezőny teljesen egybe van az elején, és teljesen nem lehetett el menni. Tehát senki, igazából nagy előzések nem is történtek, tehát nagy helycserék sem voltak. Itt annyit tudtunk, hogy követtük egymást, és vártunk arra, hogy vagy az egyik hibázzon, egy kicsit kisodródjon, mert annak ellenére, hogy ez a pálya egy hosszú pálya, tehát tényleg azért 1 perc 50-es egy kör rajta, és vannak egyenesek is, de igazából előzni borzasztó nehéz ezen a pályán. Tehát ha másik nem hibázik, akkor az előzés, hát nem azt mondom, hogy lehetetlen, de nagyon-nagyon ki kell számolni. És ugye itt a GT4-nél is jellemző, hogy a GT3-nál, hogyha egy túl nagy féktávot veszel, akkor egyszerűen elmelegszenek a fékek, és a következő két kanyar már ezekkel a meleg fékekkel, meg egy túlfűtött, túlhevített gumival, rögtön rád esik vissza, és akár vissza is tud előzni, hogyha úgy van. Nagyon rafináltak a kerékvetők ezen a pályán, a kigyorsítások, tehát ez a pálya kimondottan nehéz. Tehát most még nem lövöm le a poént, hogy ki nyert és hogy lettek a dolgok, de annyit mondhatok, hogy ebből az első hatosból bárki nyerhetett volna. Tehát itt Szalai Tibit, Szűs Tomi, Fehér Norbert, Ősz Balázs, Csicsmány, én is volt rá akár lehetőségünk, tehát bárki nyerhetett volna ebből a hatosból. De majd meglátjuk itt a végén, hogy hogyan alakul igazából a mezőny. Itt már azért lehet látni, hogy itt Polgár Balázsral bezárólag itt ez a hét ember így kezdi leszakítani a többiet, tehát ott Földesi Peti már kezd leszakadozni, és ott már kicsit hátrébb került. Úgyhogy nagyon kellemesen így szépen elkezdtünk itt autókázni, és mentünk, és próbáltuk az előttünk lévőt hibára kényszeríteni, ami hát egyelőre nem sikerült. Körülbelül, ugye most itt a második körbe vagyunk, hát ez körülbelül, nem körülbelül, hanem 30 körös egyébként a verseny, és lesznek érdekességek, és rengeteg helycsere, mert kisebb-nagyobb hibák miatt, ugye az egyik a másiktól el tudott menni, elmért féktávok, és hát lesz majd egy kis hiba is itt az elejében, ami helycserékkel záródik, hát helycserék lesznek miatta, hát lesz egy kis összeérés majd, ott az első kupacban. Tényleg azt mondhatom, hogy ez a hatos most, aki itt elment, itt velem bezárólag, és még Polgár Balázs sincs láthatólag lemaradva. Balázs Bathurstban nagyon nagyot alkotott, egy olyan időt rakott oda, ami mindenki szeme, szája tátva maradt, tehát tényleg egy nagyon-nagyon jó időt sikerült összeraknia, úgyhogy nagyon-nagyon ügyes volt, most nem annyira jönnek össze. Tehát ez az érdekesebb az egészben egyébként, hogy az egyik pályán ugye a Mercedes, a másik pályán a Porsche, a harmadik pályán akár a BMW, tehát bármelyik autó kijöhet jól a dologból. Akkor nézzük az elejére, itt egy Szűcs Tomi környékére. Itt azért elég szépen tolja Tomi Tibit. Tehát fura volt, hogy talán a kigyorsítások nem voltak túl jók az Aston Martinnak, és a BMW-nek az nagyon élvezte ezt az egyenes szakaszokat, ott nagyon-nagyon tudott menni. Tehát a BMW az kimondottan élvezi ezt a hosszú egyenest. A Mercedes meg hát úgy látom, hogy a Mercedes-en mindenhol számolni kell, mert a Mercedes tényleg nagyon jó mindenhol. Ez kicsit hasonlítom a Porsche-hez, ami egy nagyon jól vezethető középmotoros autó. Most mondjuk Párvili nem volt itt, talán ő is ehhez a csoporthoz tartozott volna itt, de ez a hatoshoz több mint valószínű, mert ő tempója is ilyen hasonló, mint itt az első hatosé vagy hetesé. Mondom Balázst is ide sorolom, bár mondom, most nem valami problémája is volt Balázsnak, úgyhogy itt voltak azért érdekes dolgok. De hát lehet látni ugye a visszapillantó tükörből is, meg itt lapozok le, hogy Fehér Norbinak a visszapillantója, vagyis Szűcs Tominak ott van a Fehér Norbi a visszapillantója, Fehér Norbinak ott van Ősz Balázs a visszapillantója, bár itt Ősz Balázs egy kicsit lemaradt,
és meg Csicsmány, na itt talán itt kezdek egy kicsit följönni, mert kicsit nem azt mondom, hogy meguntam, de próbáltam egy kicsit majd itt jobb tempót diktálni, de kezdett az eleje elmenni, tehát itt láttam már, hogy na most akkor itt szabad a terep, itt nyugodtan lehet most már a saját körreimre koncentrálni, hátulról nem zavart már Balázs, szerintem Balázs ott már valamit hibázott, mert ott már azért eléggé lemaradt mögöttem, mert már egy 3 másodperces hiba szerintem, vagy egy elfékezés, vagy egy kicsúszás lehetett, itt egy kicsit már itt Balázst sikerült rázni, hogy visszahozzám most. Itt az elején ilyen 1.51, már voltak itt az elején, akit nem tartottak föl, talán itt Szalai Tibi, meg Szűcsomi talán már itt ilyen 1.50-es körökben voltak benne, tehát 1.50,87 környéki, de hát ezt végig majd így írkálja ki. A versenyben a leggyorsabb kört nekem sikerült megfutni, meg is lepődtem, úgyhogy azért mondom, de volt talán 1.53.16-ot futottam, és akkor a következő kör az 1.53.43, talán Szalai Tibié, tehát utána egy 1.50,4, tehát ilyen idők voltak, tehát tulajdonképp tudtunk menni 1.50-es köröket, és ez kellett is, tehát igazából ilyen 50 és 51 közötti körök kellettek, hogyha valaki ezt a tempót akarta tartani, akkor bizonyít kellett menni. Hát kisebb-nagyobb hibák, amit látszódik nálam is azért voltak, tehát ilyen kisebb lesodródások. És a BMW jól érezte magát ebbe a kis hűvösebb időbe. Én azt éreztem, hogy igazából óriási szikra. Azt éreztem igazából, hogy talán ez a hűvösebb idő jobb volt a beállításaimnak. Úgyhogy nem biztos, hogyha meleg van, vagy nappal indulunk el, mert ugye most ugye éjszakába indultunk, és akkor a világosba fogunk beérkezni. Úgyhogy egy 10-szeres gyorsítással, időgyorsítással megy a progi. De szóval tényleg a BMW-nek talán feküdt ez a hűvösebb időjárás. Na hát nézzük az elejére ide Szűcs Tomiékhoz. Szűcs Tomiék végig tapadtak, és végig ugye ment a harc. Ugye, de hát a többiek sem maradtak le. Talán egy kicsit tehát itt volt Tomi, a Tomit is támadta ugye Fehér Norbi, hogy muszáj volt tolnia, úgyhogy megpróbálta azt, hogy esetlegesen hát ha tudna előzni, mert hát nagyon a nyakán volt ugye a többiek nagyon a nyakán voltak, úgyhogy muszáj volt valamit alkotnia. És itt van az a kis összeérés, és itt van az, hogy ugye Norbi se tud megállni itt, és ők ketten, tehát Szűcs Tomi és Fehér Norbi sajnos nem azt mondom, hogy kiszállt a játékból, mert végén vissza tudnak jönni, de hát lehetett látni, hogy bizony-bizony itt azért vissza kell jönni a pályára. Na hát 4-en lettünk, illetve úgy mondom, hogy 3, tehát Szalainak sikerült egyenesben maradnia és menni tovább, és majd mindjárt összeszedi magát a rendszer is, hogy ki hanyadik helyen van a következő mérési pont, de most már az eredeti van, tehát Szalai vezetett, Ősz Balázs volt a második, és most Ősz Balázs kezdett el Szalaira rámenni, és hát igen közel autózott hozzá. Aztán éreztem én is a tempót, és hogy itt most nem nagyon szabadna lemaradni, és hogyha tudok még valami pluszt összeszedni, akkor meg kell próbálnom Csicsmányit vagy megelőzni, Csicsmányt, vagy legalábbis nagyon-nagyon közel maradni hozzá, ami össze is jött, és ott is maradtam. Na most annyi van, hogy Fehér Norbi került mögém egy 3 másodperccel, és ott lehet látni a háttérben, hogy ugye Fehér Norbi és Forgár Barázs jönnek, és bizony-bizony itt elkezdtem nyomni, mert tudtam, hogy figyeltem az időt, és hát ugye Fehér Norbi egy olyan 3 másodpercnyire van csak mögöttem, és 2.3 tizedenként szépen dolgozta le a hátrányát, és mondtam, hogy hát itt valaminek történnie kell, valakinek előznie kell, hogy ha más nem nekem, meg kell próbálnom előrébb jutni, hogy Fehér Norbert ne tudjon fölzárkozni rám, mert utána akkor én leszek veszélybe. De hát dolgozta le folyamatosan, és itt még 3,1 volt, de amikor már áthalad, akkor már 2,9, meg lefelé szépen is fogyott el az idő. Jó, most itt még egy másodperccel több lett, valószínűleg valahol hibázott Norbi, de utána elkezdi szépen ledolgozgatni. És hát
a box kiállásokig ezt a helyet meg szerettem volna őrizni, vagy hát akár inkább előrébb jutni. De hát ez úgy, ahogy majd látni fogjuk, össze is jött. Na hát itt úgy gondoltam, hogy Tibi most tartotta annyira, mert ugye nem tudott a saját körei koncentrálni. Lehet, hogy ha egyedül autózott volna Tibi, akkor sokkal jobban tudott volna menni, de hát ez nem ilyen egyszerű. Mert közben, amikor a hátad mögött vannak, akkor azt is kell figyelni, hogy ugye ki hogy tolja be az autót. Úgyhogy nézzük Szalai Tibi autójába. De hogy mennyire közel autózik hozzá. Itt a visszapillantóban lehet látni Őszt Balázs, és Őszt Balázs ugye folyamatosan ilyen 5 tizeden belül autókázott, úgyhogy biztos, hogy zavaró volt. Tehát ennyire közel volt Szalai Tibi, és amint látják, például Balázs itt rögtön ment az elején már egy 1.50-577-et. Tehát azért itt komoly tempó volt már az elején. Tibi meg ugye szintén. Itt is már egy 50-es kör van. Én még nem mentem 50-es kört itt, azt hiszem, itt még 51-ben voltam, de szép nyugodt tempóval szépen zárkoztam föl, mert ugye ők hiába mentek egy körön jót, én folyamatosan mondjuk ugyanazt az időket autóztam, és hát itt szépen zárkoztam föl 2 tizedenként. Aki érdekesen gyorsabb volt, és mert jött le ránk, az elkezdett szépen Fehér Norbi, szépen ilyen 1.57-es időket, meg 8-as időket kezdett futni, és 2-3 tizedenként kezdett minket, ezt a 4-es csoportot megközelített. Balázs még itt tudta Norbit tartani, tehát tudott még mögötte menni, talán egy kicsivel többet hibázott Balázs ezen a futamon. És akkor itt már Földesi Peti az már, ő már lemaradt Balázstól, tehát itt már 5-6 másodperc különbségről beszélünk. Hátul is ment egyébként a csata, és Csizmadia Sanyi vezette ezt a kupacot, és utána rögtön Árpi jött, nem voltak olyan 3-4 másodperc különbségek, voltak itt meg már csak tizedek, tehát itt a sebesség, például Sebestyén, Csaba, Fazekas és Árpi között nem mondhatni, hogy volt, tehát igazából itt egyforma időket autóztak. Aki érdekes lehetett ebből az, hogy ugye Szüstomi, aki oda az élmezőnyhöz tartozott, hát neki úgy, mint az előző futamokon, megint be kellett mutatnia egy felzárkózást itt a 12. hát tulajdonképp az utolsó helyről, mert oda jött vissza, és el kellett kezdenie fölzárkózni, és ő neki nem maradt más, mint a kármentesítés, ugye pontokat menteni, és megpróbálni a legjobbat kihozni ebből a versenyből, meg hát számítani arra, hogy esetleg valaki elront valamit, vagy a box kiállásnál történik valami. No, hát itt az elejéhez visszamenve hozzám, itt izgalmasan alakultak a dolgok, és ugye itt elkezdtem érezni, hogy körülbelül itt a 7.-8. kör környékén, hogy hát itt van mit keresni, most már kell kezdeni nyomni a gázt, és meg kéne próbálnom előzni, mert már ugye Fehér Norbi szépen látja a mi hátsó lámpánkat, és szépen ugye megint Tomi, ugye jön ilyen 1.50-es köröket mögöttünk, miközben mi 1.51-ben vagyunk folyamatosan, tehát 2 tizedenként is, de szépen elkezdett innentől kezdve közelíteni rám tulajdonképpen. Úgyhogy itt elkezdtem támadgatni egy kicsit, hogy Csicsmányi Tomit, hogy ne érezze olyan túl jól magát, és próbálja meg, hát ösztökélni egy kicsit, hogy menjen jobban. Ez a helyzet megfordul, mert most itt én tolom Csicsmányi Tomit, aztán a vége felé inkább ő tol engem. Tehát érdekes volt, hogy a gumicserék után talán a melegebb időben, amikor már nap kezdett feljönni, akkor Csicsmányi Tominak jobban ment az autója, mint az enyém. Én kicsit csúszkáltam, ő pedig hát elkezdett engem támadgatni, úgy, ahogy én most őt itt az elején. Úgyhogy izgalmas perceket éltünk át, és izgalmas csatákat hajtottuk végre. No hát, Norbi csak közeledik, úgyhogy szépen lassacskán, de már látja az autóinkat elég közelről. És akkor itt én szép lassan elkezdtem gondolkozni, hogy hát ebből a 4-esből valahogy innen ki kéne szállnom. Van egy megoldás erre, ugye, hogy mint a Forma 1-ben is, hogy megpróbál az ember eléjük vágni. És megpróbálni azt, hogy már 2.8-ra van Fehér Norbert, tehát itt szépen itt rögtön 3-4 tizedet hozott rajtunk ezen az egy kanyaron.
úgyhogy gondolkodóba estem, hogy mikor tegyem meg azt, hogy kimegyek a boxba. Hát megpróbáltam, mondom, akkor fölzárkózok, amennyire lehetséges, Csicsmányi Tomira, hogy minél közelebbről menjek ki. Meg még vártam, mert ugye hát azért valamennyire fogyni kell az üzemanyag, kiszaladni a boxba nem jó, mert a végén ugye a gumi elfogy, és ők jóval később fognak kimenni tankolni, és a végén biztos, hogy támadható leszek. Tehát van előnye annak, hogy előre kimegy az ember, és pozíciót tud vele nyerni, és esetleg elé tudsz visszajönni, de viszont ha fél táv előtt kimész, akkor azt a kockázatot vállalod fel, hogy a végén támadható leszel. Tehát igazából nem tartottam annyira jó ötletnek, hogy én most ilyen hamar kimenjek, tehát én jóval tovább szerettem volna menni, mert még volt üzemanyagom bővivel. De hát valamit kellett tennem, mert Norbi csak jött rám, és csak közelített 2-8-ra már 2-6. Itt lehetett látni, hogy bizony egyre közelebb és közelebb jön hozzám, és hát megpróbáltam a támadást. Hát közben elől, ugye Ősz Balázs pedig folyamatosan támadta, és nem hagyta Tibit kibontakozni és hagyni koncentrálni, és úgy gondolta, hogy folyamatosan nyomás alatt tartja, és akkor ezzel, hogy nyomás alatt tartja, majd hibára is kényszeríti. Úgyhogy itt várhatóan gondolkozott mindenki, hogy na most akkor a box hogy legyen, ki megy ki, hogy megy ki. Tibi ugye a saját köreire tudott koncentrálni, igazából szerintem nem nagyon tudta nézni, hogy most ki ment ki, vagy ki nem megy ki majd a boxba. Ő csak azt tudta most lereagálni, ami hirtelen mögötte történik, mégpedig azt, hogy Balázst valahogy maga mögött tartani a boxkiállásokig, aztán majd meglátja, hogy mi hogy alakul. És a futambeszámolók után írta is Szalai Tibi, hogy hát nagyon elrontott a boxot, úgyhogy ezzel azért előre lehet vetíteni, hogy nem mindig fog itt autózni a végéig Tibi. Bár megtehette volna, mert tényleg az egykörös tempója Tibinek azért abszolút jó volt, úgyhogy ezzel nem volt semmi. No, hát én Csicsmányi azt ugye egy kis tisztes távolságot hagyott a támadó félnek, hogy talán akkor így nem tudott abba a hibába beleesni, mint például Fejér Norbi, hogy annyira közel autózott Szűcs Tomihoz, hogy amikor elfékezte Szűcs Tomi, akkor ő is belement, mert egyszer nem tudott megállni, tehát nem lehetett lereagálni a dolgot. Úgyhogy én pedig úgy döntöttem, hogy hát én is bementem 1.50-be, itt elkezdtem egy kicsit gyorsulgatni, és akkor elkezdtem nyomni neki, hogy Csicsmányi Tomit esetleg megpróbálni, megelőzni. No hát itt már egy kicsit megtorpant Fejér Norbi, és talán ugyanazt a tempót tudta menni, mint mi. De őt ugye nem tartotta föl senki, úgyhogy nyugodtan koncentráltott a köreire, meg megpróbálni a legjobbakat menni, ami lehetséges, hogy fölzárkózzon ehhez a négyeshez. Polgár Balázs pedig még ugyan látja Fejér Norbi, de 2-3 tizedenként szépen kiépített egy kis előnyt. És hát Földesi Tomi az meg Polgár Balázstól már abszolút lemaradt. Tehát ez a hatos, az első hatos, az ugye elszakadt egy ilyen külön bolyba, és akkor ugye lehet látni, hogy Földesi Peti mögött 3 másodperce volt a Csizmadias Anyi, Szűcs Tomi pedig szépen kezdett megérkezni, és már a 12. helyről ugye szépen a 9. helyre föltornázta magát, és Csizmadias Anyi után eredt, aki a Porsche-val próbálta a legjobb köreit futni. No hát, itt szépen vártunk egymásra, hogy valami történjen, és vártunk arra mondjuk, hogy Ősz Balázs majd beszúrt. De mint mondtam, ezen a pályán nem nagyon könnyű előzni. Annyira nem könnyű, hogy nem is próbált itt már senki ilyen fölösleges manővereket létrehozni, de hát lehet látni, hogy így ez az ötös így, és akkor ott háttérben, mint Polgár Balázs is jön. Ez így szépen elment itt az első négy, és akkor utána jött egy kis szünet, és akkor Fejér Norbi, aztán megint egy kis szünet, és Polgár Balázs, tehát tulajdonképpen ebből a hatosból még bármi kisülhet, alapon voltunk. Egy Aston Martin, 2 Mercedes, 1 BMW, aztán még 2 Mercedes, úgyhogy a BMW-vel próbáltam helytállni. És akkor itt már ugye támadgatom, hogy valaminek történik el, mert ugye éreztem hátulról a veszélyt. És itt Balázs is egy kicsit visszahasult, és Csicsmányi Tomi vette a lapot, hogy itt most neki nyomni kell, mert különben őt fogják támadni, tehát itt nem lehet mögöttük csak úgy simán autókázni, aztán várni, hanem ő is gondolt egyet, hogy akkor majd most
akkor egy kicsit a Balázst hátulról, ősz Balázst egy kicsit meg taszajgatja, tehát itt a tempó azán abszolút egy volt, talán egy kicsit úgy éreztem, mint hogy talán Tibi volt most egy kicsit lassabb az elején, tehát míg a többiek mondjuk többen jobban tudtak volna menni, ő állandó, ugye zavarva volt, és nem tudta a saját tempóját diktálni. És itt már a 11. körbe járunk, és itt már azért itt komoly döntéseket kellett hoznom, hogy most már közel vagyok, menjek-e a boxba vagy nem, várjak-e még egy kört vagy kettőt, mert azt nem akartam megkockáztatni, hogy valaki előlem menjen ki, mert akkor biztos, hogy elém jön vissza. Tehát itt még úgy gondoltam, hogy itt még megyek, megpróbálok egy előzést végrehajtani, hát ha összejön. És próbáltam a tudásom legjavát beleadni. Itt még mindig ilyen 1.51-es köröket mentünk. Tehát 51 alá bebe nézegettünk, tehát ilyen 1.58, meg 1.57, meg 1.51, tehát ilyen köröket mentünk. De hát már 1.8 másodperce megközelített Fehér Norbert, és hát itt döntése kellett most már vinni a dolgot, hogy ne kapjak a nyakamba valakit. Úgyhogy megpróbáltam egy kicsit nagyobb tempóra és hajtani Csicsmányit, így Csicsmányi hajtotta Ősz Balázst, és hát Tibi megpróbálta a legjobb tempót menni, ami lehetséges. De hát úgy elég nehéz, hogy valaki folyamatosan taszajgat hátulról, és ugye figyelni azt is, hogy na vajon hol fog beszúrni, vagy hol szeretne elmenni mellettem. Azon az egy eseten kívül másról nem tudok, ami ott Szűcs Tomi, Szalai Tibi és Fehér Norbi környékén történt. Ugye nem tudom, hogy lesz-e óvás ebből, vagy valami, de elég versenybaleset szagú, meg nem volt olyan durva, meg talán így, hogy Tibi ugye a pályán tudott maradni, így nem hiszem, hogy ebből különösebb probléma lesz óvás szempontjából. Az elejére megpróbálom kirakni a setupomat, hogyha esetleg valaki BMW-vel próbálkozna és esetleg megfelel neki ez a beállítás, akkor azzal próbálkozzon ezen a pályán. Nekem bevált, tehát lehet vele jó tempót menni. Először 5-ös szárnyal mentem, próbáltam, jó, stabil volt az autó, teljesen rendben volt, de valahogy nem volt meg a tempó. Aztán a verseny napján kipróbáltam azt, hogy hát lejjebb veszem 3-asra a szárnyat, és hát az időmérő ugyan nem jött össze, de tempóban teljesen rendben voltam. Na hát itt én kezdtem meg a box kiállást, és megmondom őszintén, hogy itt ugye Fehér Norbi is elmegy, Polgár Balázs. Ez jó ötletnek tűnt, hogy én hamar kijöttem, és igazából azt is lehet mondani, hogy pozíciót is nyerek vele. Mert nyerek vele pozíciót, tehát Csicsmányi Tomi elé fogok majd visszajönni. A gondom az lett, és az volt a probléma ezzel az egésszel, hogy a gumi, ahogy fel kell a nap, akkor egy kicsit jobban elkezdett fogyni, és a vége felé, nem mondanám, hogy sok gumi maradt, pedig nem is azt mondom, hogy teljesen elkopott, mert az hazugság, mert jó időket lehetett úgy is menni, csak az, akik mögöttem voltak, mondjuk később álltak ki, és frissebb gumival jöttek mögém, hát azok bizony jöttek a végén rám. No, hát Ősz Balázsék, mint mondtam, kimaradtak. Én pedig szépen jöttem. Most Balázs annyira nem tudta Tibit támadni, talán ahogy kezdett egy kicsit melegedni az idő, talán Tibi is jobb tempóra lett képes, és talán egy kicsit, hogy leszakította egy 6-7 tizedre Balást, így talán egy kis lélegzetvételhez jutott, és kicsit jobban tudott a saját köreire koncentrálni. És ugyanígy volt Csicsmányi Tom is, de hát Fehér Norbi az pedig nem mondom, hogy elkezdte ledolgozni, de ugyanezzel a távolságban, hogy szépen visszazárkózott erre a hármasra. És ugye azért ott látni már az időkből, hogy azért már 50-ben már annyira nem néztek bele. Tehát inkább 51-es köröket mentek, és itt muszáj volt, hogyha valaki elé vissza akartál jönni, akkor ilyen 50-es időt produkálni, tehát 1.50,87. És mert főleg ezt a puklira is rámegy az ember, és itt már más is kimegy a boxba. Csicsmányi kimaradt, ez ennek jelentősége lesz, hogy Csicsmányi Tomi kimaradt, mert Ősz Balázs kijött ugyan a boxba, de Csicsmányi Tomi még nem. És talán Csicsmányi nagyon jó tette egyébként, hogy beáldozta tulajdonképpen a pályán lévő pozícióját, mert a végén borzasztó gyors volt, csak ezen a pályán talán annyira nehéz volt előzni, hogy
hogy talán ha egy másik pályán válassza meg azt, hogy ugyanígy hosszabban kimarad, ahol könnyebb előzni, egy Monzán, vagy nem tudom, ilyen hasonló pályán, akkor talán jobban járt volna ebből a kimaradással tovább, mert tényleg nehéz volt előzni, tehát az nagyobb gumikopás különbségnek kellett volna lennie, hogy könnyebben lehessen előzni. No, hát Fejér Norbi elkezd fölzárkozni Csicsmányi Tomira, és akkor itt szépen a boxkiállások után én a 13. helyre jöttem vissza, és mint látni is, Ősz Balázs mögé jöttem vissza, úgyhogy Balázs nagyon jó kört ment itt az utolsóra, meg a boxa is jól sikerült, úgyhogy nem tudtam még a hideg gumikon sajnos olyan jó kört menni, hogy elé tudjak visszajönni. Úgyhogy csak fölzárkozni tudtam majd itt a későbbiekben Ősz Balázsra, és itt ha kicsit közelebb vagyok, akkor talán itt a hideg gumikon meg tudtam volna kergetni, de nem tudtam megkergetni, úgyhogy mert nagyon jó kört ment. Jó volt a kivezető, a box bejövő részlege is, úgyhogy nem kerültem közelebb hozzá, szinte egy fikarcival se, hiába, hogy később ment ki egy körrel nálam. Közben itt Szalaiék még róják a köröket, és ugyanúgy nem jön neki a boxba. Viszont Tomi két körrel, vagy három körrel később viszont kijön a boxba. Ennek mondom azért lesz jelentősége. Fehér Norbi még nem jön ki. Úgy gondolta, hogy egy jó kör tud, de itt ugye 51-264-et ment utolsó körébe. Azért mondtam, itt már 50 alá nem néztek, de itt belézett még, 1.59, tehát végülis jó kört ment, mert 51 alá tudott bejönni. És próbál Szalaira felzárkozni, szép versenyt futott, meg talán jobb helyezést is elérhetett volna Fejér Norbi, hogyha nincs az összeérés, de hát volt. Itt közben elkezdek zárkozni Ősz Balázsra, de hát mi még hátul vagyunk, és hát most jönnek majd vissza a boxból. Tehát Szűs Tomi ugye próbált minél tovább kimaradni, hogy minél több pozíciót szerezzen. Szalai Tibi az tovább ment, és Polgár Balázs is, bocsánat, Szűs Tomi, Csizmadia, Fazekas, és akkor Ősz Balázs majd előtt, és Csicsmányi Tomi most jön a boxból, tehát mi elmentünk. Úgyhogy vagy nem sikerült a boxa úgy, vagy nagyon lassú volt a ki, vagy a bevezetőköre, vagy valami történt a boxban, mert eléggé lemaradva ilyen 2-3 másodperces különbséggel jön mögöttünk. Közben itt már még nekünk meleg a gumi, úgyhogy jó kört mentünk. Én is 1.50,6-ot mentem már itt, úgyhogy ahogy jött fölfelé a nap, de még hűvös volt az idő. Kezdtem Balázsra, Ősz Balázsra felzárkózni. Elég sikeresen, kicsit sodródósan megy a BMW, de talán nem akkora nagy lapaj tepsi, mint a Mercedes, de elég jó lehet vele haladni, úgyhogy érezte ezt a pályát itt. Molnár Miklóst fogjuk utolérni, aki azt hiszem, hogy ki fog menni a boxba, ha jól emlékszem. Úgyhogy itt jön fel a nap, itt már egy kicsit zavart, szemébe sütött az embernek, nagyon meg kellett találni a féktávokat, de hogyha meglettek, akkor pálya elkezdett jó gumizolni, tehát a tapadás az nem volt azért rossz, úgyhogy itt abszolút a versenyre egy kellemes jó tapadást kaptunk. És Ősz Balázs elől, ha jól emlékszem, akkor Molnár Miklós ki fog menni. Ő választotta a Maseratit, és ő még most kezdte ugye az ACC-t, úgyhogy ő gyakorlásban volt, tehát neki ez az első futama volt, úgyhogy ő próbálta a legjobban terelgetni, amennyire lehetséges az autót, és próbálgatni. Hogy na, tehát Szalai Tibi is kiment a boxba, elszánta magát, tehát ő van tulajdonképpen az élmezőnkből a legfrissebb gumikon, itt megpróbáltam még elébe érni, de hát ez nem jött össze, úgyhogy megpróbáltam Tibit támadni. És félig meddig itt pár kör után majd azért sikerrel járok, Tibi hibáját kihasználva el tudok mellette menni, de itt Balázs itt most ugye, engem egy kicsit most itt elkezdett Tibi lassítani, neki még hidegek a gumiai. Balázsnak jó jött ki a lépés, mert egy-két másodpercet rám tudott verni tulajdonképpen. Hát mondom, hogy Tibi miatt, mert mondom, hidegek voltak a gumiai, és nem nagyon tudtam már zárkózni. Tehát itt egy kicsit így be kellett lassítanom, mert ugye Tibi mellett nem tudtam elmenni.
nem is voltam hozzá közel, meg nem is mertem annyira közel menni. Mert hogyha valami történik, akkor ugye... De hát Tibi kezdi felvenni a tempót, aztán... Közben mögöttem... Továbbra is, ez a 2-3 másodpercre... Fehér Norbi... Kezd fölzárkózni ránk. Én meg kell most Szalai Tibire kezdek el felzárkózni, és megpróbálom támadni, de most úgy is úgy nézett itt ki egyébként itt a hosszú egyenesben, hogy Tibinek is kezdenek melegedni a gumiai, egy kicsit elkezdett koncentrálni a körre, és elkezd Balázsra elég komoly szinten felzárkózni. Így örültem neki, mert mondom, akkor így én is zárkózok. Mondom, hát, ha majd nekiállnak csatázgatni, aztán nevető harmadikként valami történik, és akkor talán el tudok menni. Úgyhogy a három, itt szépen most itt a box kiállások után még most itt azért a 6., 7., 8. helyen autókázunk, de hát itt vannak kint a boxba. És szép lassan megkezdik a többiek is a box kiállást, és akkor szépen így már kezdünk felzárkózni. És a többiek elé. Ugye már 3., 4., 5. helyre kerültünk, és hát megpróbáltam Tibit megelőzni, de hát... Tibi csak nem akart hibázni, miközben Őz Balázs egy kicsit szélesre vette ott az elejét, és Tibi megint egy kicsit közelebb került, és elkezdett Őz Balázshoz zárkózni, aminek én kimondottan örültem, hogy most elkezdünk menni komoly tempót, és nagyon-nagyon izgalmas volt, hát őszintén megmondom, folyt rólam a víz. Fehér Norbi pedig csak nem akar leszakadni rólunk, úgyhogy csak jön, és ott van mögöttünk, és nem adta föl. Csicsmányi Tomi pedig hát a viszonylag frissebb gumiaival, most már ő is meleg állapotban, elkezdett jönni felfelé, és Fehér Norbi próbálja utolérni, de hát itt van még ő, ebből még bármi lehet alapon vagyunk, ugye ilyenkor. De Őz Balázs nagyon szépen, Szilágyi Árpék most fognak kimenni a boxba, Polgár Balázs ugye most ment be a boxba az elejéről, az első helyről, Szilágyi Árpék pedig nem tudom, hogy most tovább be fog menni, de hát Balázs mellett elméletben, Polgár Balázs mellett, Őz Balázs, meg Szalai Tibi is, és én is el fogunk menni. Na most az van, hogy Szalait itt megelőztem, itt ezt nem volt egy hibája Tibinek, és erről pont lemaradtuk itt a 17. körbe, egy kicsit kisodródott, és így el tudtam mellette menni. Na most kezdett feljönni a napocska, meg a gumim is most már úgy kezdte azt mondani, hogy így a box kiállás után, hogy túl sokat akartam belőle kivenni, és elindultam. Őz Balázs után, ami először jó ötletnek tűnt, hogy most elkezdem neki marhamót tolni, és tök jó is volt, mert tényleg elkezdtem neki tolni, és megpróbáltam Balázsra felzárkózni. Elmentünk, és akkor beállt az eleje úgy körülbelül, hogy Őz Balázs vezetett, én voltam a második, és Szalai Tibi pedig a harmadik, és Fehér Norbi pedig fölzárkozott teljesen Szalaira, és hát Csicsmány is szépen Fehér Norbi mögött, meg én mögöttem, elkezdett fölzárkózni. Ugye a Merci az elkezdte jó érezni magát, ahogy elkezdett kisütögetni a napocska, és hát ez, ennek köszönhetőnek is egyre nehezebb dolgomnak tűnt, mert a BMW-nek ez annyira nagyon nem ízlett, ez a pályamelegedés. És Szalai Tibi is elkezdett fölzárkozni nám, és elkezdett szép lassan támadgatni, úgyhogy hiába előztem meg Tibit, nem tudtam jobb tempót diktálni, mint amit ő tudott. Sőt, Fehér Norbi és Csicsmányi Tomi pedig elkezdett, itt volt egy kis hibám is, egy kis lesodródás, úgyhogy már szépen megkaptam itt a nyakamba Szalai Tibit. De hát nem adtam föl, mondom, nincs messze Balázs. És hogyha sikerülne megelőznöm, felzárkoznom már is esetleg egy előzést végrehajtani, és hát ezek szerencse is kell, hogy ugye ő hibázon, én el tudjak menni. De hát itt már elkezdett egy kicsit a BMW olyan furcsán szitálni. És hát... Nem mondom, hogy annyira nagyon élveztem ezt a részt, amikor... Tehát sokat akartam kivenni a gumikból, és ez a programnak a jó dolga, hogyha egy-két körön tényleg marha gyors tudsz lenni, elkezdett tolni neki, csak utána valahogy a gumikból sokat veszel ki. Tehát és utána az megbosszulja magát a vége felé. Tehát hogyha nem sima
jó tempókat, úgyhogy itt 50-es köröket diktáltam. Közben Tibire háttérben, de visszapillantóban láthatóan megérkezett Fehér Norbi, és ott van mögöttük Csicsmányi Tomi is. Itt azért már elkezdtem csurkálni, meg hát itt, igen, itt erőltetni. Mert ugye azt éreztem, hogy itt most lehet menni, és most ugye meg kell próbálnom felzárkózni Ősz Balázsra, aki csak nem akart hibázni, legalábbis akkorát nem, hogy rá tudjunk esni. És Ősz Balázs eljön, itt vagyok mögötte, és most Szalai Tibinek van egy kis kisodródása, egy kicsit Fehér Norbi, és esik rá Tibire, de aztán Tibi összeszedi magát, és megint elkezd rám zárkózni. Kicsit azért hátra megyek ide. Itt vannak érdekességek, például az, hogy Fazekas Bálint pedig elkezdte Sebestyén Csabát támadgatni és megpróbálni rajta túljutni. Na, ő közöttük volt itt nagyon, ott a többiek között már nagyobb különbség volt, úgyhogy ott nem tudom, még itt Csizmadia Szűcs Tomi. No, hát itt már Fejér Norbi Szalai Tibi nyakán, Szalai Tibi pedig az én nyakamon. Annyira nem, mint mondjuk most Fejér Norbi, amennyire rajta volt Szalai Tibin. Én itt elég jó tempót diktálva próbálok fölzárkózni, és megint csak egy a leggyorsabb kört megfutva, ez egy 1.53.16-tal próbáltam Balázsra zárkozni, amennyire lehetséges. Jó lett volna még egy-két kört ilyet menni, ilyen 1.54-est, és akkor talán fel tudtam volna, de mint mondtam, elég sokat kértem a gumiktól. És itt el is hagytam ugyan Szalai Tibiéket, de utána elkezdtem érezni, hogy hát itt az autó azért nem. Nem akar már annyira az íven maradni. Még tudtam a tempót tartani, és még tudtam Balázsra zárkózni, de Szalai Tibi viszont kezdett visszajönni rám. Fehér Norbi pedig továbbra is Szalai Tibi nyakán. És itt azért már itt szép lassan jöttek elő a hibák. Már itt figyelnem kellett a visszapillantót, mert Tibi igen közel került hozzám. Úgymond támadási közelségben. És hát megpróbált hibára kényszeríteni. És egyszer-kétszer sikerült is neki, mert rámentem a buklira is. Jó volt a tempó, de hát itt már nekem nagyon a kigyorsításra kellett figyelnem, hogy Tibi ne tudjon olyan közel. Hál' Istennek a BMW-nek azért van ereje az egyenesbe, és mint látható is, hogy húzom én magammal a szélárnyékkal Tibit, de nem tudott előzési pozitúrába kerülni. Úgyhogy a BMW-nek azért az egyenesbe azért van keresni valója. Tehát Tibi az továbbra is engem kergetett, és akkor nézzünk hátra, mert itt van akkor Tibi, ahogy engem kergetett, itt Fehér Norbi pedig nézte előtte a vívó feleket, és hát Csicsmányi Tomi pedig szépen, okosan autózva, nem erőltetve annyira a dolgot nézte. Tehát itt azért még volt hátra 9 kör, úgy gondolta, hogy még meg lesz a felzárkózás, de ha nem is, akkor is ez egy elég jó pozíció. Polgár Balázs pedig már lemaradva Csicsmányi Tomi mögött egy 8 másodpercire autózott. No hát Szalai Tibi kergetett, és amit látszik is, azért egyszer-kétszer itt én is hibáztam. És itt meg is volt a hiba rögtön. Még itt nem, de egyszer ezt a kanyart pont elfékezem, és ezért sajnos át kell adnom a második pozíciót. Majdan. És innentől kezdve sajnos éreztem, hogy a gumim az hát sokat kértem tőlük, és
már hátrafele kellett koncentrálnom. Ugye próbáltam én, hogy ősz Balázsra fel, de Balázs csak nem akart hibázni. És hiába autózgattam itt 1.50-es köröket, itt Tibiék is 1.50-es köröket autózgattak. És hát hol Tibi került hozzám közelebb, hol Fehér Norbi Tibihez, Szalai Tibihez, és Csicsmány Tomi pedig okosan ott a háttérbe figyelte, hogy mi fog történni. Ősz Balázs pedig megpróbálta saját köreire koncentrálni, mert nem tudtuk megzavarni, hogy egy kicsit zavarba hozni. De hát nem tudtunk, ez a másfél másodpercet alá nagyon egyszer kerültem ilyen egy másodperc környékére. De ott ugye folyamatos támadásért, és hát nem tudtam sajnos koncentrálni arra, hogy Balázst utolérjem, és nagyon jó ment Balázs, úgyhogy esély sem volt arra, hogy utolérjem. Vagy hát az esély megvolt, de nem tette meg azt a szívességet, hogy hibázzon egy picit, vagy menjen egy olyan fél másodperccel lassabb kört, ami nekünk jó lett volna. Vagy ha éppen lassabbat ment, akkor mi is pont olyan rossz kört mentünk. Na itt már azért a BMW azért már elkezdett csúszkálni elég durván. És nézzük Csicsmányi Tomi, az ötödik helyen figyelgeti itt a vívó feleket. Norbi pedig elkezdte Szalai Tibit tolni. Ezáltal érezte Szalai Tibi, hogy na, akkor most már nekem is nyomnom kell, és megpróbált ugye felzárkózni hozzám. Tehát igazából hát a távolságok ugye, azt nem kell mondanom, hogy mennyire közel vagyunk. És hát ahhoz, hogy az ember ezen a pályán 1.50-es köröket menjen, hát igen, a szakadék szélén kell autózni, tehát igen, a penge élen táncolunk, és a pálya teljes szélességét kihasználva megyünk mindnyájan. Úgyhogy a távolságok azok körülbelül ezek a 6-7-8 tizedes távolságok vannak. És itt ugye még valami lekörözendőt is, nem az Ősz Balázs, bocsánat. Tehát egy távolság, négy autó, itt talán egy kicsit 1,2-re sikerült megközelítem Balázs Csicsmányi Tomival, bezárólag ez az ötös ugye el tudott jönni. És próbáltam fölzárkózni, és itt elég jól sikerült is közel kerülni. És itt a 23. körben már 8 tizedre is megközelítettem Balázst. És itt még azért volt a BMW-nek ereje, és tényleg jó is mentem. Próbáltam a szélárnyékába kerülni, de hát ugyanígy próbált Szalai Tibi az enyémbe. És húztuk egymást. Norbi most itt egy kicsit lemaradt, Fehér Norbi. Csicsmány Tomi pedig ebben a hasonló távolsággal, Balázs pedig pont nem lát minket, mert ebben a 8-9 másodperccel le van maradva. Na most itt Szalai Tibi. Nekem egy kanyar itt valahol nem nagyon jól jött ki. És Ősz Balázs nagyon-nagyon szépen tartja magát, és nem hajlandó semmilyen kis hibára, tehát úgy ment, mint egy gép, mint egy robot. És Tibi is kezdi felvenni a fonalat, főleg úgy, hogy Fehér Norbi lemarad róla, és nem zaklatja, így nyugodtan rám tudott koncentrálni, sőt, még itt Norbi hibázik is. És Csicsmányi Tomi ezzel utolérte Fehér Norbi, tehát ennyi hibát, ha megtett volna Balázs, akkor ez nagyon jó lett volna, de nem tette meg nekem. És itt meg Szalai annyira közel kerül hozzám. Itt az utolsó körével ugye ment egy 1.50,50, én meg mentem egy 1.51-est, úgyhogy rögtön 5 tizedet be tudott hozni Tibi, és folyamatos támadásban volt. A pálya szélén lehúzódott Zimmer Gergő, és elengedte a vívó feleket. Nagyon korrekt volt mindenki egyébként, tehát
kihangsúlyoznám, hogy mindenki nagyon figyelt, hogy ne legyenek feltartások. Mondom, az egy kis kocott az elején azon kívül nem igazán történt semmi. Úgyhogy tényleg semmi nem volt, hát ennyire közel van Tibi hozzám, úgyhogy folyamatosan. Hát én nem szerettem volna hibázni, de sajnos egy kisebb kisodródás által, és ez valahol itt a, nem is azt mondom, hogy itt is volt egy kis, itt már éreztem, hogy se a fékeim, se a gumim nem olyan, ahogy én szeretném, vagy szerettem volna gyorsabban menni, de nem igazán jött össze. Úgyhogy itt a BMW-vel próbáltam. Közben itt annyi, hogy például a Szűs Tomi, az utolsó helyről, amíg a hátra is megyünk, szépen a Földesi Pétert megelőzve már a hetedik helyen autózott, tehát azért vissza tudott jönni. Akinek talán egy kicsivel jobban jött ki, az Fehér Norbi, az a kis kocs az elején. És Szűs Tominak nagyon jó a tempója, de nagyon-nagyon bele szokott keveredni mindig valamibe. Ha egyszer ezt úgy össze tudná rakni, hogy folyamatosan, inkább idézőjelben lassabban, de biztosabban menne, akkor szerintem nagyon komoly pontokhoz jutna, és az elejébe tudna végezni, mert a tempója az megvan hozzá. No hát itt visszamegyünk hozzánk. Most egy kicsit sikerül ilyet itt a Szalai Tibit leráznom egy kis időre, és próbálok Balázsra visszamenni. Próbálom még erőltetni, mert hát azért a 25. körben vagyunk, 5 körben a hátra, itt most, ha most vagy soha alapon, gondoltam, hogy majd megpróbálok felzárkózni, de hát ebbe a kanyarba egyébként a BMW nem viselkedett túl jól, ebbe az S-be, ami itt lenn volt a gödörbe, nem nagyon tetszett meg ez a kigyorsítás, itt pont ahol itt Tibi van, ez sem nagyon szerette, a többi pálya, többi része az úgy nagyjából, de ez a harmadik szektor, ez valahogy nem annyira kedvelt volt, vagy a beállításaimnak, vagy a BMW-nek. Hát az egyenes szakasszal így nincs probléma, csak itt ezekkel a csiki-csukikkal annyira a BMW nem olyan könnyen birkózott, és itt már megint éreztem, hogy na, itt volt az a hiba, ami miatt megint Tibi fel tudott zárkózni, és most már Fehér Norbi is itt van a nyelv, sőt, most már Csicsmányi Tomi is elkezd. És ott volt egy kis hiba, Fehér Norbitól is lement a puklira, de nem vesztett bele sokat. Na most sőt annyira, hogy most már elkezdi Szalait rám tolni, és Tibit próbálok itt a szélárnyékból kimenni, de hát ez nem annyira jön össze. És itt a 26. kör környékén, hát 4 kör van hátra sajnos. És Tibi a nyakamon, és most már úgy éreztem, hogy inkább Ősz Balázst el kell engednem, és inkább arra kéne törekednem, hogy megőrizni valahogy ezt a második helyet, mert de utolsó 4 körben, ha valami óriási bakit nem követel Balázs, akkor őt már nem érem utol, úgyhogy arra kellett koncentrálnom valahogy, hogy maradjak itt valahogy Tibi előtt. De hát ez húztam a szélárnyékkal is, meg én voltam először a boxba is kint, tehát azért lehetett érezni, hogy ez a gumi már nem az a gumi. És Tibi azért 3-4 körrel frissebb gumikon. És itt egy ilyen 30 körös versenyben ez bizony számít. Itt bizony nagyon-nagyon tolt lefelé, és itt egy kis hiba, lementem, és itt Tibi meg is tud támadni. Itt ezt még le tudom védekezni. Legalábbis megpróbálom belül maradni, hogy Tibi ne tudjon és a kigyorsításra figyelni. Ez még összejön. De hát a BMW már nagyon szitál. És gondolom Tibi se érezte túl jól magát úgy, közben őt meg Fehér Norbert taszajgatta hátulról, úgyhogy itt én voltam most ebbe a csoportba a leglassabb, mert ugye föltartottam őket, próbáltam itt a köreimre koncentrálni, meg menni még valami jó kört, de itt az utolsó körökben itt kijön az a kis gumi előny. Ez a minimális is, de számít. Hát Balázs itt már 2,8 másodperce van, tehát itt már nem volt más cél, csak az a maradék 3 kört valahogy kibírni. Tehát ennyire van tőlem már Balázs. És én 51-es kört mentem, miközben Tibiék is 51-es kört mentek miattam. Úgyhogy itt talán itt a 27. körbe támad meg Tibi.
ugye. Örültem, hogy a BMW-nek ekkora ereje van, és örültem annak, hogy, hogy az egyenesekben legalább nem kapott akkor a szélárnyékot, hogy olyan könnyen el tudjon menni. De hát a, ugye Ősz Balázs az már felejtős volt, már 3 másodperce kívülre esett Balázs, de állandóan a tükröt néztem, hogy hol van hozzám képest a Tibi, és megválasztani, hogy mikor nézek a tükörbe. A hátrafele már, hogyha rosszkor nézek, akkor lemegyek a pályáról. Próbáltam minél nagyobb tempót diktálni, és ez nem volt jó ötlet, mert itt van az a pillanat, amikor egy kisodródás gyanánt Tibi mellém kerül. És hiába jövök vissza itt rögtön mellette, mert itt vagyok mellette, de annyira nem jól jön ki az ív, hogy csak baleset lett volna belőle, úgyhogy be kell sorolnom itt Tibi mögé. Itt még megpróbálok visszajönni, de mondom, már rám fog fordulni, de hagyott Tibi helyet. És hát próbáltam akkor már arra koncentrálni, ha már elvesztettem ezt a pozíciót, legalább még egyet ne veszítsek, mert fehér Norbi az pedig jött mögénk, csak ugye a nagy csatába Csicsmányi elmegy, mert lesodródik, tehát ő is hibázik, tehát azért itt már a tempó miatt is, meg az miatt is, hogy a gumik már azért kezdtek elfogyni. Vagy fogyogatni, nem fogytak el a gumik, tehát ezekkel a gumikkal még lehet menni. Még egy órát is lehetne velük autózni, de azért érezni, hogy már nem az a tapadás van. Itt megpróbálok visszatámadni Tibinek, megpróbálni hibára kényszeríteni, hát ha itt még a maradék 2-3 körbe, ami a végén marad, sikerül esetleg visszajönnöm, és úgy, ahogy először hibázott Tibi, de hát nem adta meg ezt a szívességet nekem, hogy hibázzon még egyet, sőt most már úgy voltam vele, hogy még támadom Tibit, megpróbáltam közel kerülni hozzá, ami hát sikerült úgy immelámmal. De hát nekem hátrafelé is kellett figyelni, mert ugye Csicsmányi Tomja frissebb gumikkal már kezdett azért rám följönni, és úgy, ahogy én az elején támadtam, most ő támadott engem ugyanúgy. És voltak meleg pillanatok, amikor azt éreztem, mint például itt is, hogy van rá esély, hogy visszajöjjön. Itt próbáltam a kigyorsításra figyelni, és itt egy pillanatra mellém is került, csak nem jó a kigyorsítása. Nem figyeltem, hogy maradjak azon a zíven, ami fel van gumizva, vagy számít. És itt már megint úgy voltam, hogy itt a utolsó körökben a Szalai Tibit kell elengednem, mert már nagyon jönnek rám. Tehát nem csak egy Csicsmányi, hanem ott még Fehér Norbi is ott van. És talán onnan körülhettem, hogy őt pedig Csicsmányi Tomit támadja. Fehér Norbi így annyira rám nem tud koncentrálni, de itt megint egy megcsúszás, tehát itt már megint lesodródtam a BMW-vel. És megint csak hátrafelé figyelni. De hát egy kör volt itt még hátra, azt hiszem 30 vagy 31 kör. És itt meg kellett próbálnom legalább a dobogon maradni. De hát látszik, hogy mennyire egybe voltunk, és mennyire izgalmas volt. Polgár Balázs ugye Tomit üldözte. És Mányi Tomi pedig engem. Én pedig már nem tudtam Tibire koncentrálni, örültem, hogyha pályán tartom az autót. Merci elég jó bírt a kerékvetőt, ahogy néztem. A BMW egy kicsit nem tudtam úgy beállítani, hogy ne pattogjon annyira, szóval eléggé el tudott pattogni. A Merci az alig veszi észre ezeket a kerékvetőket. Tibi ott megy előttem, de sajnos ahhoz már kevés az idő, hogy bármit is kezdhettem volna veled. Hát Tomi azért még megpróbálta, Csicsmányi Tomi, hogy hát ha hibára tud kényszeríteni, és meg is próbál többször kisebb beszúrásokkal idegesíteni, csak itt mind a ketten rámegyünk, tehát
senkinek nem jött össze, sőt, Norbi az meg itt hátul ki is sodródik. Itt nagyon rám jön a Merci, itt nagyon komoly szélárnyékot kapott, itt ezt a kanyart, ezt a kigyorsítást, ezt jobban megcsinálta. Egyébként. De BMW-nek köszönhetőnek, meg talán a lekörözendő is annyiból segített, hogy itt még nem tudott próbálkozni. Nagyon figyeltem, de látszik, hogy többször megcsúszok a kigyorsításkor. De tudtam még a pozíciót tartani. De hát a BMW hátulja itt nagyon elkezdett járni, tehát már az utolsókat rúgta, legalábbis ezzel a tempóval az utolsókat rúgta, úgyhogy és Fehér Norbi pedig Csicsmányi Tomit. Próbáltuk itt egymást hibára kényszeríteni, de hát ez az első ötös, ez utána már ez beállni látszott. Bősz Balázs, Szalai Tibi aztól is elment már egy 3 másodpercet, tehát Tibi se tudott már érdemben hozzászólni, hát tőlem is 2 másodpercre volt Szalai Tibi. Folyamatosan hátrafelé figyeltem, hogy és azon morfondírozni, hogy hogy maradhatna meg legalább a dobogó, de itt már úgy éreztem, hogy talán meg lesz. És talán már mondom Csicsmányit, ami nem fog hozzám férni. De itt is egy kis lesodródás. Elég nehezen tudtuk már itt az úton tartani, legalábbis a BMW az elég nehezen vette már az utolsó akadályokat. És akkor itt megkezdődik az utolsó kör. És Fehér Norbi még egy elindít egy utolsó rohamot. Nincs már egy Tomi ellen. De itt már nincs meg a tempó különbség közöttünk, tehát senki nem tudott már a másikhoz hozzáférni. De nagyon egy tempót autózott mindenki, és talán ezért volt izgalmas ez a futam. És itt már Tomi is erőlteti, ahogy látszik a Mercinek. Próbál még egy utolsó nekirugaszkodással, ugye utána, vagy a BMW után eredni. De ez már itt a végén nem nagyon jár sikerrel. És hát Ősz Balázs. Így szépen, komotosan egy 2-3 másodperce beosztva Tibi előtt. Tibi mögött meg mi úgy hárman. Egy 2 másodpercnyire. Jövünk be, úgyhogy Balázs nagyon szépen türelmesen kivárva és nem sokat hibázva, tehát itt nagyon számított ezen a pályán, hogy minél kevesebbet hibázzon az ember, és hogyha keveset hibázott, akkor nagyon előre tudott jutni. Úgyhogy kevés hibával Ősz Balázs megnyeri ezt a kijelami futamot, és itt az utolsó körében befut. És ő az, aki megnyerte a futamot. Második Szalai Tibi lett, harmadik én lettem. Csicsmányi Tomi lett a negyedik, Fehér Norbi lett az ötödik. És Polgár Balázs jött be a hatodik helyen, és így tovább a többiek. Úgyhogy nagyon-nagyon jó futam volt, és tényleg nagyon-nagyon lehetett élvezni, és én is élveztem. Kicsit sajnáltam, hogy nem sikerült jobb eredmény, de hát tényleg írtam is talán, hogy ha megkérdezik az elején, akkor valószínűleg azt mondom, hogy én örülök neki, hogy aláírtam volna a harmadik helyet rögtön az elején ilyen sok gyors srác között. Úgyhogy hát ez volt a KLM-i futam, és hát a legközelebb 2 hét múlva találkozunk Spában. Úgyhogy mindenki gyúrjon, aztán megint egy ilyen jó versenyt produkáljunk ilyen kevés hibával és izgalmas menetekkel. Hát ennyi volt. Sziasztok!